Ezért mondtam el oly sokszor, hogy, hogy figyelmeztessük egymást, mert ö, ezeket a kezdet-kezdetén, és, és sokszor elmondtam már, hogy a kezdet-kezdetén megmutatott dolgokat az atya, de ez így van. Vannak dolgok, amik alapvetőek ezen az úton. És ezeket meg kellett, hogy mutassa az elején, hogy mindaz, ami felépül út útközben, az azokra az alapokra épül. Az egyik ilyen dolog az, hogy két vagy három tanúbizonyságra a dolog megáll, és hogyha azt látom, hogy valaki nem azt csinálja, ami helyes, akkor nekem kötelességem szólni. Szóval én mindvégig így jártam el, ezért ez az egész így épült fel. Megmutatta, hogy a sabát az fontos, megmutatta azt, hogy mindennél fontosabb kell, hogy legyen ő, akár családnál, akár akárkinek. Megmutatta azt, hogy ez háborúságokat fog szülni, ezért az egész így épült fel kénytelen volt megmutatni az alapjait ennek az egésznek ahhoz, hogy ami felépül, az ezen nyugodjék meg. A részletkérdések később, hogy a sapka milyen színű kell, hogy legyen, vagy a bojt, az kialakul. De ezek a dolgok alapvető fontosságúak. És ami, ez az, a közösség, amire épül, az az, hogy az elemek egymással kapcsolatban vannak, és figyelmeztetik egymást. Ma is felolvastuk, most megvárom, hogy hát ha. Na mindegy, már most aki látta, az látta, de. Hogy emlékszik-e erre valaki. Szóval ezt nem csak ma, hanem végtelenszer már felolvastuk. Az életnek az útja a tanító fedés. Világos? Az életnek az útja ez. Ez. akkor elég fontos kell, hogy legyen, nem? Hogyha ő úgy fogalmaz, hogy ez az életnek az útja. Dorgálás, feddés, rendreutasítás fenyítés. Ez az életnek az útja. Szó szerint. Szóval enélkül ez az egész nem működhet. És minél több, em bocsánat, minél kevesebb ember vesz ebben részt, annál nehezebb. Hisz így mindig csak egy ember az, aki ezt csinálja. Miközben lehetne tíz, és akkor esetleg ezeket megelőzhetnénk, ezeket a problémákat. A, a, nem azt mondom, hogy mindet, de egy, egy részét már így is elkerültük ezek szerint, azzal, hogy csak két-három ember csinálja. De ha ez folyamatos lenne, akkor ki tudja, mennyivel többet változnának az emberek gyorsabban, és mennyivel több maradna itt, hogyha hamarabb észrevennénk és szólnánk, és nem várnánk meg azt, amikor már nyilvánvalóan félresiklott az egész. Tehát ezt nem lehet alábecsülni ennek a jelentőségét, ennek a, ennek a jelenségnek. És már végtelenszer erről volt szó, de ez itt van leírva, úgyhogy ezt érdemes megjegyezni. Máté 18-as fejezet 15-től. És aztán ugye egészen eljut odáig, amit mindenki annyira szeret, hogy ahol kette-hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mm, hát igen, kérdés, hogy ki az, akinek a nevében összegyűlnek, de mert összegyűlnek sokan kette-hárman, akik aztán már nincsenek itt. és De a lényeg az, hogy a, ez az, ami nekünk érdekes. Ha látom, szólnom kell, az kész. De, de ezt végtelen megbeszéltük. beszéltük, úgyhogy Egyelőre én csak ennyit. Ha van még valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban, megnézhetjük. Hogy nem lehet több asztalról enni, ezt mindenki nyomatékosította már. És én nézd végső soron, van egy tisztulási folyamata, mint egy szervezetnek. Szóval ez elkerülhetetlen. A végén, amikor ott fogunk állni Jahus előtt, majd aztán Jahua előtt, azok, akiket ő kijelölt, a kezdet-kezdetén, akiket kiválasztott, azok ott lesznek, így vagy úgy. Teljesen mindegy, hogy hogy. Szóval nincs miért izgulni. Ha én azok közé tartozom, hogy ott lesznek, akkor ne, mindegy, hogy ki mit csinál itt, vagy mond, vagy ármánykodik, meg akárkit hallgat, vagy bármit csinál. Úgyis ott leszek. És De aki nem, az meg úgy se lesz ott. És az, hogy ketté választja a juhokat, a kecskéket, az ott akkor lesz, de az már most is megy. Hisz folyamatosan ez van. Állandóan ki kell választani az, hogy ki az, aki idevaló, ki az, aki nem. És egy részét elvégzi ő, egyrészt, mert akkor megkegyelmez, de egy részét el kell végezni nekünk. Ami kellemetlenebb, de meg lehet szokni. Nézd! azt a négy szemköz dolgot, azt nehéz elkerülni szerintem. Hogyha valaki érez bármiféle felelősséget is bárki iránt, akkor <laughs> nem, mert úgy, ez olyan, mint hogy, mit tudom én, spenót van a fogán, mindenki látja, de senki nem szól neki. És akkor, vagy mit tudom én most, ez az egyik, ami eszembe jutott. Szóval, nem azt várnál az ember, hogy, az, hogy, megcsal a feleségem mindenkit, úgyhogy de senki nem szól. Nem azt várnál az ember a barátjától, hogy szóljon, amikor kellemetlen dolgok történnek, és, és közben mindenki elnézi azt, és azt mondja, hogy az a világ az, aki így gondolkodik, hogy jaj, nem akarom megbántani, meg Nem, kell nem akarni megbántani. A vég, azt kell elkerülni, hogy lecsúszon az útról valaki, és eltűnjön a sűjesztőbe. Annyira kell szeretni. Ja se úgy ment oda, hogy fú, nehogy valakit megbántsa hanem ez van, aztán ezt kell csinálni de ha valaki példát akar arra, hogy, hogy 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 ki az, aki látta és nem szólt, akkor az az ő maga volt? Hmm. azt mondja, hogy és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, mert és ő benne nincsen bűn. Szóval úgy tudta elvenni, hogy látta és nem szólt. Na? Szóval ő a legjobb példa erre. Ha valaki úgy akar járni, akkor csinálja azt, amit ő csinál. De ő már egyszer megcsinálta, szóval még egyszer nem kell. Azt mondta, hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meg haván igazságban éljünk, se, akinek sebeivel gyógyultatok. Szóval hogy tudta ő felvinni ezt a bűnt a, a fára úgy, hogy látta és nem szólt. Azzal védkezik, hogy hallotta a káromló beszédet, meg nem jelenti, hordozza az ő a terhét. Így, szóval mindenki ezt kockáztatja, megcsinálja. És ennek szerintem van itt is következménye, meg majd lesz a végén is egy következménye. Itt az, hogy kihullik innen, a végén meg az, hogy megmondja, hogy figyelj. Azért vagy, hogy figyelmeztesd a másikat. Ezért, ezért, küldtelek el, ezért adtam mindent. A... Szóval vagy csinálod, vagy nem. És ezért küld őrállókat. Ezt mondta az Ikiának is, hogy, hogy őrálló adtalak én téged Izrael házának, hogyha szót hallasz a számból, nincs meg őket az én nevemben. Mint ahogy minket. Hogyha látom, hogy valaki azt csinálja, mi helytelen, akkor szólok neki, hogy az helytelen. Ha nem érte, akkor magam miatt. Hogy legalább én ne kapjam azt, meg a végén. De belül van egy egyértelmű kinyilatkoztatás szerintem, az emberben kell, hogy legyen, hogyha vezeti a ruhá, hogy ez helytelen. Amit, amit ő csinál. Szóval szóljál neki. Ezt érzi belül mindenki. Hogy szólni kellene, de nem teszi meg ezért vagy azért. Aztán az az érzés elhal. De egy másik ember megteszi, de az a busz már elment. És ez nem is jön vissza már többe. Szóval az egy hiba. Tudatosan. Amiért nincs, bocsánat. Amiért felelősséget kell vállalni. Hogy mi lesz, az ki tudja. De ez van, az kész. Nem? Olyan nincs, hogy ö, mi az, ami kicsi bűn. Máté. Ö, 5.17, vagy azt hiszem, mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országban legkisebb részen. Szóval ő mindig megadja a választ neked erre, érted? Nekünk nem kell filozofálni azon, hogy mi az a kicsi bűn, vagy nem, hisz megmondta, hogy mi az. Nincs olyan. Ez, ez, ez így van az autóvezetésben is. Hogy megbüntetnek azért is, ha nincs egy pótizzom, mikor az a szabály. Pedig az egy kis dolog, de akkor is, hogyha nem állok meg a stop táblánál, ami egy, na egy nagy, vagy ha a piros lámpán, az egy még nagy. Szóval mindennért megbüntetnek, ami szabálysértés. Vagy egy, egy, egy idealista világban, vagy egy... Vagy, vagy. Érted? Ez, ez ugyanígy van itt is. De... Mm, okay. Szóval ez az, ez az egyik, aki megrontja a legkisebbet is, ez az egyik, a, a, másik pedig az, hogy, hogy egy János 3-4 elmondja, hogy valaki bűncselekszik a Ez a bűn. Aki megszegi a torát, az bűnt követel, és abban nincs olyan, hogy legkisebb vagy legnagyobb. Sőt, azt mondja, most ezt elfelejtettem, hogy ö, hol olvasok azt, de azt hiszem, hogy ezzel ért egyet. Talán Jakab ír erről, hogy hogyha mindjárt megnézem. Ha valaki az egész törvényt is megtartja, de vét egy ellen az egésznek megrontásában bűnös. Nincs olyan, hogy, hogy ez egy kicsi, ez egy nagy. Minden, amikor nem azt csinálod, ami helyes, azt ő úgy veszi teljes joggal szerintem, hogy ha te szándékosan cselekszed azt, akkor te őt káromlod. Az ő szav... hiszen ő megmondta, hogy mi az, amit akar, te meg nem azt csinálod. Az azt jelenti, hogy vagy te jobban tudod, vagy úgy vagy vele, hogy nekem mindegy, hogy te mit mondasz, én attól még ezt fogom csinálni. Tudom, hogy úgy kéne, de én így csinálom. Szóval nincs olyan, hogy hogy megvetette a szavát, ahogy folytatja itt. Lebecsül. Lenézi azt. És megszegi a parancsolatát. Ez... ez ez választ kell, hogy adjon arra a kérdésre, hogy mi az a legkisebb. Nincs olyan, hogy legkisebb. Az már egy rossz út az ember, ami azon jár. Visszatérve arra, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy kéne, nem. De az elmélet az ez. És és a másik az, hogy vezet minket a ruha, szóval megmutatja, hogy melyik az, meg melyik nem. Nem fog szólni valakinek azért, mert öm, piros rojt van a ruháján, nem kék, vagy, vagy de vannak dolgok, amiket nem. De ez, ezt a ruach megmutatja. Mikor van belül az a késztetés, hogy szóljak, az azt jelenti, hogy szólnom kell. És ha elmulasztom azt, akkor elmegy az a lehetőség. És nem fog visszatérni. Mert úgy van vele, hogy minek nekem te, ha nem csinálod azt, amit mondok. Majd megyek oda, aki megcsinálja. Én nem válogatnám ki, hogy melyik az, ami fontosabb, vagy nem, hanem hallgatnék arra, hogy ön vezet, hogy most ennek az embernek szólni kell, hogy, hogy ez helytelen, hogy ez nem így van. Azért, hogy hogy legyen tanúbizonyság, ha más nem, a végén, hogy én szóltam. De ez, nem tudom, hogy mindenkinek a fejébe ez megvan-e, hogy ez mennyire fontos. Hogy ez nem csak egy ilyen, hogy mondjam, tartalék küldetés, vagy valami, amit csinálok, hogyha van kedvem, vagy, hanem, hanem, ez egy fontos dolog ezen az úton. Hisz különben nem kell egy közösség, különben lehetek otthon, azt megének hetet, vagy két hetet, az kész. Honnan máshonnan tudná meg az ember, hogyha most azon kívül, hogy küld egy ámot vagy egy angyalt, vagy lejön ő személyesen, a szól, hogy légy szíves, de az mellett olyan sok verzió nincsen. Hát van amúgy is nekem ahhoz, aki nem járja az utat? Jó, most egyszer-egyszer az ember arra jár, kit el, de így erőket nem mozgósítanék, hogy én találkozzak velük, vagy érted? az. Ezt de érted? Van egy feladatot kitűzött számunkra, számomra, meg mindenki más számára, amit, amit, amire őt elhívta, hogy az az ember azt végrehajtja itt mint ahogy egy testben a, 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 a testrészeknek megvan a feladata. Vagy azt, az, 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 arra összpontosítom az erőmet, azt csinálom azt, vagy nem tudom betölteni a funkciómat, amire elhívott. Aztán frusztrált lesz velem, azt talál valakit, aki megcsinálja. Az a feladat kétségen ne legyen senkinek afelő, hogy el lesz végezve. Csak maximum nem te leszel az, aki megcsinálja, hanem egy másik, aki elszánta. Majd megtalálja azt. Nem? Vagy csinálod, vagy megmondja, hogy nézd. Vártam egy évet, vártam két évet, két és fél évet nem, viszlát. Jöjjön a következő, aki csinálja. Ez kész. De én abszolút egyetértek vele. Teljes mértékben. Vagy csinálom, vagy nem. Ez kész. Én tudom, hogy a legtöbb ember, aki hallgatja, aki ezt nem fog megragadni úgy, ahogy kéne. Ez csak egyszerűen. Nem tudom, hogy miért, de ez van. Valahogy mindig a világ, meg az élet el fogja ezt nyomni, és az az az, az érzetet fogja kelteni benne, hogy ez oké, okay, hogy ez csak ö, így megy, ahogy megy. Ez, ez, ez ezzel jár. Ez így volt az edzésben is. Mikor ott volt az ember, akkor 100% motiváció volt, arra tudtam tolni az egész edzőtermet. Mikor elment, Utána már az volt, hogy fú, el kell menni a gyerekére, el kell menni dolgozni, haza kell menni, főzni kell, kell fel kell menni hajnava fáradt vagyok, áh, majd megyek, nem megyek. Áh. Mikor ott vagyok, akkor az van, hogy fú, ó, én. Mikor elmegyek, akkor már áh, ez is belefér, az is belefér, majd megcsinálom, majd olvasok, majd imádkozok, majd valami, egy kicsit itt, egy kicsit ott. Az atya meg úgy van vele szerintem, hogy figyelj, van egy új lehetőséged, járhatsz ezen az úton, még mit akarsz, hogy mit csinálja? Ahhoz, hogy, hogy azt visszakapjam azt a 100 százalékot, amit, amit én adtam neked. Szóval, vagy csinálod, vagy attól tartok, hogy amit mondasz, hogy mennyire akarod, meg mennyire szeretnéd, az nem egészen úgy van. És hazudunk egymásnak, meg magunknak. Szóval, ha te ugyanazt csinálod, mint a másik, és szólsz neki, az képmutató. Yeah. Nem? Arról sos szó, hogy valaki, érted, az, az abszolút képmutatás, hogy ha én dohányzok, és mondom neked, hogy figyelj, szerintem ez összeegyeztethetetlen az úttal, és, és, szerintem ezt nem kéne csinálnunk, de hagyd abba, mert különben vége. Érted? Az, az, az nevetséges is. De, de, az, hogy én dohányzom, te meg káromkodsz, és én szólok, és én abba, én nem csinálom azt, és én szólok neked, hogy figyelj, már ez a, mit tudom én, hanyadik káromkodás, amit hallok ma, és akkor te azt mondod, hogy ja, te meg itt cigizel, már hagyja egy cigi. És akkor, elkezd, akkor két ember, aki járja ezt az utat, megegyezik abban, hogy milyen jó, hogy szóltál, és felhívtad a figyelmet, érted? Hogy, de, 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 ha ugyanazt csinálod, akkor lehet egy klubot alapítani, és akkor lehet menni tovább úgy, de ez arra vonatkozik. A, 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 figyelj, mi, mi, miben számít, hogy valaki egy hónapja, vagy egy éve, vagy akármennyi ide járja az utat, ha látja, hogy mi az, ami helyes, érted? Ha az úgy van, ahogy mondja, teljesen mindegy, hogy egy hónapja van itt, vagy egy éve, vagy tíz éve. Ha igaza van, akkor igaza van. Ha, ha öt éves, ha hat éves, ha nyolcvan éves. Ami igaz, az igaz és nem biztos, hogy mindig engem fog oda küldeni, hogy, hogy szólja, mert tudja, hogy én tudom elfogadja mindenki úgy is. Ezért nem engem küld mindig. hogy, hogy megnézze azt, hogy valaki képes-e megalázkodni annyira, hogy egy mástól elfogadja azt, hogy, hogy azt figyelmezteti. Mint ahogy hozzám is küld olyanokat, akik, vagy akárkit, hogy el kell fogadnom, hogy igazon, ha igaza van. És akkor, akkor tudsz annyi alázatot tanúsítani, hogy jól van, Persze sérti az önérzetemet, meg a büszkeségemet, de ha egyszer igaza van, akkor igaza van, az kész. Elfogadom. És megyek tovább. De ha nem, akkor az óriási probléma. Mert elmennek ezek a lehetőségek az ember mellett, amikor szólhatna valakinek, de nem teszi azt. És mikor az elmegy, az a baj, hogy az nem fog visszatérni már soha valószínűleg. Az ott egy másik nap, vagy egy másik alkalommal lehet, de az már nem. És, és az fájó, hogy most még annyira nem. De szerintem itt is visszaüt nagyon, hogyha valaki ezt elmulasztja. A saját életében is, így, itt is visszakapja. Ilyen nehézségek formájában jön vissza, visszaköszön, ahogy mondják. Azaz, el, hogy nem csináltam meg, ezért visszajön. Ezt a világ úgy ismeri, hogy karma, de jahova úgy intézi, hogy jó, ha nem csináltad, akkor megy oda hozzád, az kész. És akkor majd neked nem feltétlenül ugyanaz, de valami hasonlatos ahhoz. És ha rengeteget elmulasztok, akkor nagyon sok ilyen összegyűlik az ember életébe, ami, ami aztán folyamatosan akadályokat fog gördíteni az útba. Amellett, hogy nem helyes. Meg én visszatérnék oda mindig, hogy kijelölt egy feladatra mindenkit, ha nem csinálom, akkor nincs szükségem arra a szolgára, aki nem csinálja azt. Nem? Ez csak ilyen egyszerű. Ha azt mondjuk, hogy mi az ő szolgálói vagyunk, és nem csináljuk, amit mond, akkor nincs szükség rá. Az egy fölösleges száj, amit etetni kell, meg amivel foglalkozni kell, aki nem csinálja azt, amit, amire szükség lenne. Mindig nekünk eltéve egyszerű az életünk, mert rendelkezésünk rá a Jahusahamasiák életének a krónikája. Szóval csak egyszerűen el kell olvasni, azt aztán látni fogod, hogy milyen szintig. <laughs> akkor, nem, 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 akkor me meg fogod érteni, mint mindenki más, hogy mennyire kell belebonyolódni a világ dolgaiba, semennyire. Mint ahogy ő azt megmutatta nekünk. Elment a farizeushoz, elment ide, elment oda, mindaddig, amíg ott még arról volt szó, ami, ami az út, ami az apjának, az atyának volt a dolga. Ha nem, akkor nem ment oda, az kész. Én nem azt mondom, hogy ezt mi meg tudjuk valósítani egyik napról a másikra, de hogyha az embernek nincs benne ez az akarat a fejében, akkor mi az, ami... Akkor sose lesz meg, mert akkor... És, és nem is azt akarom mondani, hogy fú, most mindenki hagyja el a családját, meg mindenkit felejtsen el, meg, meg ezeket a dolgokat, de... Hogyha az ő élete a minta számunkra, akkor ő eléggé egyértelművé tette, hogy mi az ő elképzelése ezzel kapcsolatban. Aki járja ezt az utat, az a családom. Az a baj, hogy nem úgy néz senki ezekre az emberekre, mint a családjára. Még mindig a családjára néz mindenki úgy, mint a családja, erre meg úgy, mint egy közösség. Szóval így nem is lesz meg? Szóval azt nem javasolnám, hogy én ezt tudassam velük, hogy mindjárt. Azt nem javasolnám, hogy tudassam velük, hogy nézd, te tisztáltalan vagy szóval nem megyek oda, vagy, vagy akármi. Csak egyszerűen nem is kell nekünk olyan nagy dolgokat csinálni. Csak csinálni azt, amit ő elvár tőlünk, és ez én nem mondtam meg senkinek, hogy én nem akarok vele találkozni, vagy nem akarok vele beszélni. Csak úgy alakult az kész. Nem hív senki. Senkit nem érdekel, hogy mi van velem. De engem se érdekel, hogy mi van velük. Csak megyek, azt csinálom ezt. Az érdekel, hogy mi van itt, mi az, amit akar tőlem, meg mi van ezekkel az emberekkel, meg azzal a rengeteggel, a, aki járná ezt az utat. Az kész. Ez, ez az, ami, ami érdekel. A többi nem. És ez, ez évek során eljutottam odáig, hogy ennyi van. Az kész. Hogy nincs kit felhívni. De ez el tud jutni mindenki öt év után ide, vagy tíz év után, hogy nem fogja érdekelni, hogy mi van a gyerekemmel, nagyanyámmal, a szomszédommal, a munkatársaimmal, az akárkivel. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt érzékeltetem velük, vagy elmondom nekik, hogy én ilyen vagyok, ti meg olyanok szóval, mi nem, nem vállalhatunk közösséget. Ha oda keveredek, akkor én a maximális tiszteletet megadom mindenkinek, és szerintem ez az, amit elvárja hova. De nem keresem, hogy oda kerüljek. De ha ott vagyok, akkor nem éreztetem senkivel azt, hogy én felsőbbrendű vagyok azért, mert én ezt az utat járom. Sőt, ha ott vagyok, tiszteletben tartom azt, ami az ő életformájuk. Mert ez, ez elvárható, hogyha ő idejön, akkor ő ezt tartja tiszteletben. Szóval nem kell ezt erőltetni. Pont ez a baj. Hogyha csinálná mindenki azt, ami helyes, akkor ez magától jönne ez a dolog. De ez megreked egy szinten. És megáll az az elválasztódás a világtól. Míg mindig megy tovább a régi élet, meg ez, párhuzamosan. Ami azt jelenti, hogy nem, nem, nem szakad el fel az ember, és vállal egyre többet többet abból, amit Jahu akar, hanem még mindig a kettő közt navigál tudat alatt. És nem azt akarom mondani, hogy hú, most mindenki költözön két egy tanyára, és kezdjen el birkákat nevelni, hanem, hanem meddig lehet még így navigálni a kettő közt, én nem tudom. De az az elszántságnak, meg az elhivatottságnak a mértéke szerintem, meg, meg az abszolút mutatója, hogy, hogy mennyire az az ember van rajta ezen az egészen, hogy mennyit áldozatot hajlandó. És ha valaki úgy érzi, hogy róla van szó, lehet, hogy azért, mert úgy van, nem? Én nem ismerek mindenkit. Ha, ha ez betalál, az nem az én hibám. Az egyszerűen csak azért van, mert úgy van, valószínűleg. Szóval föl, de nem kell haragudni azért, én nem beszélek senkiről most, ez van. Én ezen átestem, meg ezt csinálom folyamatosan. És meg lehet szokni. Mert nem az, hogy meg lehet szokni, hanem ez nagyszerű. Úgy felkelni, meg úgy lefeküdni, hogy az embernek semmi más nincs a fejébe, csak ez, hogy hogy lehet ezt vinni előre, mit akarhat ő, mit akar, hogy hova menjek, kivel beszéljek, mit csináljak, mit mondjak, találjam ki. Az, az annál nincsen nagyszerű. Szóval szerintem ez egy büntetés is. Annak, aki nem csinálja. Hisz azt nem tapasztalja meg soha. De, hogy ez egyértelmű, hogy de figyelj, azt mondja, hogy annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel. Különösképpen a hitünknek a szolgálóival. Mindenkiben, mindenki beletartozik. Nem lehet úgy az ember világosság a világban, vagy egy példa, hogy kiválogatja azt, hogy ki az, akit, akinek segít, vagy ki az, aki vel úgy viselkedik, ahogyan az atya elvárja azt. És én, ne, én abszolút nem arra, meg én nem is vagyok ilyen, hogy, hogy ha valaki nem járja az utat, akkor azzal így beszélek, vagy nem. Mert azt szerintem nem illik ehhez a. De nem azt mondom, hogy te azt csináld, Azt akarom mondani, hogy kellene, van egy olyan az emberben, hogy józan ítélő képesség magyarul, az megmutatja, hogy mikor, mit kell csinálni, mennyit beszéljek, mit, mit, hogy, miért. És mikor eljön a határ, hogy megmutatja, hogy elég, akkor megyek, azt csinálom a dolgomat. A munkahelyen beszélek vele annyit, amennyit muszáj, de nem megyek el vele sörözni, mert nem érdekel, hogy mit mond. Plusz nincs időm rá, hogy meghallgassam, hogy mit mond, mert mennem kell haza, hogy csináljam azt, amit jahova akar hogy segítsen nekem, hogy kijöjjek ki abból az életből át egy másikba, amit meg lehet oldani. De azt nem lehet addig, mint ahogy mondtam az elején. A hitnek az a lényeg, hogy olyan dolgokat kell csinálni, aminek nem látom a végkifejletét. Ha látnám, ahhoz nem kell hit, hisz a hit az a nem látott dolgoknak a valósága és a nem látott dolgok való meggyőződés. Legalábbis valami ilyesmi. Nem a és... Reményed dolgnak a valóságos, és nem látod a dolgokra van. Szóval, hogyha látom, hogy mi lesz a kimenetele annak a, 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 az egész, akkor az, az nem kell hit, hisz tudom, hogy jó lesz. De, de még mindig a legtöbben ebbe vannak, hogy majd megcsám, ha ez lesz, ha az lesz. Lehet, de az nem hit. Az kidolgozni azt a, 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 az a szituációt. Az az ellenkezője a hitnek. És sajnos azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen neki tetszeni. Mindegy, hogy mennyit csinálja az ember azt, amit csinál. Mindaddig, amíg nincs benne ez a hit, hogy majd ő megoldja, addig az fölösleges. Lehetetlen úgy neki tetszeni. És szerintem ezért mondja el oly sokszor, hogy ne tévezd meg magad. Hogy nehogy az legyen, hogy te azt hiszed, közben meg nem. Ö Hát, ha valaki... minden, 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 a gyerekkel, meg mindenkivel így van, hogy ha nagyon erőltetem, meg ha nagyon forszírozom azt a dolgot, akkor az kivált egy elleni érzést az emberből. Az úgy van, hogy rá akarom erőltetni azt, amiben ő nem hisz, szóval meg akarom őt változtatni. Míg hogyha ha elismerném, vagy elfogadnám, és tiszteletben tartanám azt, amit ő választott, és csak demonstrálnám azt, amit én csinálok, akkor ha az olyan nagyszerű, amit mindannyian itt csinálunk, akkor nyilván az emberek úgy akarnának élni, nem? Ha nem akarnak úgy élni, az azt jelenti, hogy nem olyan nagyszerű. Amit csin nem? Min min nem tudom eladni azt, ami rossz. Mint a az videót. Azért nem kell senkinek, mert rossz. Hogyha jó lenne, akkor mindenki akarná. Ez ugyanígy van ezzel az úton is. Ha az, amit csinálok, az olyan vonzó az embereknek, akkor jönnének oda hogy figyelj, te miért vagy ilyen nagyszerű, meg olyan jó veled beszélni, meg, meg csinálni azt, amit te csinálsz, de, de nem ezt látják, hanem azt, hogy te tisztátalan vagy, azt nem lehet enni, a szombaton nem lehet dolgozni, én nem jövök ide, mert ez, érted? Ez a baj. Igen, és akkor a megváltó. Szóval, az a, ha leverem a port a lábamon, az, ha egy lakásban lakok vele, és már százszor kudarcot vallottam, akkor mi az a pont, amikor fel fogom fogni, hogy nem kéne már többet beszélni erről az egészről? hogy, hogy elég volt, nem? De ennek ellenére még a legtöbben még mindig magyarázzák a családnak, meg az ismerőseinek, meg reménykednek abba, hogy hát a felébrednek, meg megértik, meg mit tudom én mi. Miközben már megmondta, hogy mi az, amit csinálni kell, vedd a lábadról, goodbye, találkozunk később. Én csinálom a dolgomat. Ez ott is működik. De amiről ő beszélt, az az, hogyha beszélek valakivel az utcán, azt mondja, hogy nem érdekel, én, én anarchista vagyok, akkor megmondom, hogy jó, oké, király, találkozunk legközelebb, viszlát. Ezt nem is gondolkodok róla, hogy most fú, mi van azzal a szegény anarchistával, hogy de jó lenne megérteni, ezt ő is jönne ide. Meghallotta, nem érdekelte, kész, feljegyezték a Malachi ott voltak, látták, a végén majd ott lesznek, hogy ah, figyelj, látod, ott volt, nem érdekelt. Viszlát. De én a, ez a családra vonatkozik inkább, meg az ismerősök meg akikkel újra és újra próbálkozik mindenki, hogy hát ha megérti, meg majd megérti, meg jó ember, meg mit tudom én milyen ember. Robi? Annyi féleképpen, ezt úgy mondják, hogy sokféleképp meg lehet nyúzni egy macskát. Szóval a... annyi féleképpen el lehet juttatni valakit az igazságra. Nem feltétlen kell, vagy sőt, szerintem nem, hogy mondjam, kell, hogy az ember használja most már megint visszatérünk rá a józan ítélő képességét, és akkor, akkor um, jobb azt mondja, illetve azt uh, mindjárt tudom. Az embernek azt mondja, íme Jahuának félelme az a bölcsesség, és a józan ítélő képesség az a gonosztól való eltávozás. Szóval Jahuának félelme szüli a bölcsességet, a józan ítélő képesség pedig a gonosztól való eltávozást. Hisz az ember el tudja dönteni, hogy az helyes, vagy pedig nem. Így tehát minden pillanatban, amikor összefutok valakivel, nem képes itt senki eldönteni, hogy kell-e beszélnem, vagy nem, hogy miről kell beszéljek, vagy miről nem. Nincsen egy minta, vagy egy sablon, amit ki lehet osztani, hogy egy ilyen emberrel így kell beszélni, egy olyan emberrel meg úgy kell beszélni. Ott abban a pillanatban megmutatja az atya, hogy kell -e beszélni, vagy nem. Ha nincs kedvem, vagy nem érzem úgy, akkor valószínűleg azt akarja, hogy ne beszéljek. Ha annak ellenére beszélek, akkor úgyse lesz hasznos. De van, amikor az ember úgy érzi, hogy ú, végre lehet beszélni ezzel az emberrel. És akkor megszólalok. Szóval van ebben egy, egy, spirituális oldal is ebben az egészben. Azt kéne mindenkinek használni. Kell megszólalnom erről, vagy nem? Ha nem, akkor nincs velem. Mint ahogy mondta Mózes ezeknek. Fölösleges menni, mikor azt mondták, hogy jó, megértettük, most már megyünk. E, nem mindegy, most már. Kár menni. Mert nincs velete. Azt mondja, én meg készek vagyunk elmenni. Azt mondja, hogy minek fölösleges. Nem sikerülhet. Azt mondják, fel ne menjetek, mert nem lesz köztetek, jahua. Fel ne menjetek, mert nem lesz köztetek. Ez így van ott is. És ekkor van az, hogy a hazugságaikkal, meg a, a betanult klisékkel, amiket használnak, azzal az embernek kezdik el rombolni azt a nagyszerű érzést, meg azt a kapcsolatot, amik felépült Jahuával, mert beengedjük azt a hazugságot, meg, meg azokat, a, amik így az embert elbizonytalanítják. Ha nincs ott. Ha ott van, akkor meg minden szuperül megy. Oké? Okay? Hogy az nélkül, hogy túlságosan drámai legyen az egész, de ezt mindenki ismeri már, biztos végtelenszer elolvastam mindenki. Amikor amikor Józsué mondta azt, hogy, hogy választhatok, hogy melyik oldalon álltok. Ugyanez a helyzet... Velünk is képzelje mindenki, hogy ők beértek az ígéret földjére, és, és végre le, le tudtak ott telepedni, és, és Józsué tudta, hogy neki vége van, hogy ő megy el, és azt mondta nekik, hogy hogy, hogy választhatok magatoknak még ma, hogy ki az, akit És szerintem mm, sokan félreértik azt, hogy mit jelenti ahová szolgálni, és azt gondolják, hogy ezt lehet így mm, 80 százalékkal kal meg meg, meg ilyenek. Miközben nem, és euh, ez a buktatója az egésznek, azt hiszem.